legválogatott sportoló vagyok, judós, az ATOM erőmű sportolója, és hát kizárólag a sporttal foglalkozom, illetve a második olimpiámra készülök, és ott szeretnék egy maradandó eredményt nyújtani. 16 éves koromig Pécsen judóztam, aztán elkerültem a városból Budapestre, és ott egy kisebb kitérőt követően Paksra kerültem, ahol csak a profi sporttal foglalkozom azóta is. Judo egy japán eredeti sport, küzdősport, és már 1964 óta van az olimpiák programjában, úgyhogy én is oda készülök most a következőre. Illetve azt kell róla tudni, hogy egy úgynevezett judogiban csinálják a küzdőfelek, azt viselik, és hát különböző technikák végrehajtásával lehet győzelmet elérni, ez lehet dobástechnika, illetve földharctechnika. 2015-ben jelentkeztem a Pécsi Tudományegyetemre, sportszervező szakon végeztem idén, és hát itt elég emlékezetes és szép éveket töltöttem. Mindig szívesen jöttem le ide Pécsre, mert ugye nem itt éltem életvitelszerűen, tehát általában, amikor a konzultációs hetek voltak, akkor le kellett utaznom Pécsre, és mindig nagyon vártam. Egyrészt azért, mert alapból is pécsi vagyok, másrészt ez nekem egy felüdülés volt egy ilyen intézménybe tanulni. A sport monotóniáját megszakítottam ezekkel a konzultációkkal, úgyhogy nagyon jó emlékekkel tekintek vissza rá. Illetve a tanárokra, csoportársakra is nagyon-nagyon szívesen gondolok vissza. A mai napig vannak olyanok közül, akikkel tartom a kapcsolatot. Nagyon-nagyon sok helyen voltam már a világban, szinte az összes kontinenset bejártam a versenyek során, de Pécsre másod tekintek, az meghatározó élményeket, emlékeket nyújtott nekem már egész kiskorom óta, és mindig szívesen térek haza. Ezt tekintem az otthonomnak, és egy igazán élhető város, amely úgy gondolom, hogy gazdag kultúrával, nagyon-nagyon gazdag történelmi háttérrel rendelkezik, és egyfajta lokálpatriótaként mindig szívesen hívom akár csapattársaimat, ismerőseimet, és büszke vagyok arra, hogy pécsi vagyok. Tanulmányaim során jelentkeztem a PTE átütő tehetségek ösztöndíj programjába, és szerettem volna megmutatni, hogy a sportolók is lehetnek jó tanulók, illetve egyfajta példát állítani ezzel a hallgatótársaim elé.